Üdvözlök mindenkit a Transport Info következő videójában. Ebben a videóban egy kicsit átismételjük azt, hogy milyen felszereléseket és pontosan miket kell az ADR szerint a személyzetnek magánál tartania egy veszélyes áros fuvarnál. Több kérdés is beérkezett ezzel kapcsolatban, és ideje egy picit átismételni, hogy az ADR konkrétan mit mond, minek kell a fedélzeten lenni. Mielőtt ezt megtennénk, gyorsan futunk egy kört az elérhetőségeinkkel, ahogy szoktunk. Ugye alapvetően az ADR tanácsadó nevű zárt Facebook csoportban találtok meg minket. Ott tudtok a leggyorsabban választ kapni a kérdéseitekre, hisz ott rengeteg szakértő van, és olyan gyorsan tudtok választ kapni, ha éppen figyeli valamelyikünk, hogy ez mindent visz, tehát bármely más felületnél gyorsabban tudunk itt reagálni. A másik, amit most én is használni fogok, és ezt most élőben is majd láthatjátok, a www.dgronline.eu, és pont ahogy használom, ez az egyik ok, amiért szeretem, mert egyszerre több részt is meg tudok nyitni az ADR-ből, és így gyorsabban lehet vele dolgozni. Illetve ezeket a videókat sok más témában is kicsit szemezgetve belőle, ugye volt itt már bireg, volt itt kiküldetés, volt itt tahográf témák, úgyhogy sok minden más is megtalálható a Transport Info Ltd. Nevű YouTube csatornán. Na, mielőtt itt belevágunk, ugye mutatom is rögtön a DGR Online-nak a kezdő felületét, ahonnan egyébként, ugye mindig ezt mondom, és ezt hozom föl példának, hogyha információ kell, bármilyen UN számmal kapcsolatban ide beírja az ember a 4 digitális számát az UN számnak, és akkor ugye a 21-es ADR-nek attól függ, milyen nyelven szeretné megkapja azokat az infókat, amiket amúgy is a táblázatból szednénk ki. De itt van az ADR, illetve más jogszabályok szövege is, ami most nekünk segíteni fog, hisz több részt is meg kell belőle nyitni, és hogyha beugrunk az első már általam megnyitott részekre, hogy ne kelljen külön keresgélni, de egyébként keresgélni is sokkal gyorsabban lehet, akkor egyszerre két ablak is, sőt, azt mondom nektek, 4 ablak van nyitva, hogy gyorsabban dolgozzunk, mert két ugye böngésző ablakot is nyitok ilyenkor, és akkor egyszerre több részt is tudunk vizsgálni. Az ADR, itt is látható, hogy 21-es magyar nyelvű ADR-ről beszélünk, ugyanez a másik ablakban is. Na, csapjunk akkor bele, hogy mi az, amiről beszélnünk kell. Felszerelések, szállítóegységen tartandó okmányok, és különböző eszközök, és azokból is meg kell határoznunk, hogy pontosan mire van szükség. Úgyhogy sorolom, mint a gép, hogy haladjunk a videóval, ne legyen túl hosszú. De amit, ahogy fontos indítani, az ez a mondat, hogy minden veszélyes árut szállító szállítóegységet általános felszereléssel és személyi védőeszközökkel kell ellátni, az egyes felszereléseket a berakott árukhoz tartozó veszélyességi bárcák száma alapján kell kiválasztani. Tehát majd látni fogjátok, hogy lesz olyan felszerelés, ami bárcához van kötve, és itt szoktak hibázni, hogy akkor ez a felszerelés vagy az a felszerelés már nem kell, holott kell, csak attól függ, hogy mit szállítok, de majd mindjárt látjuk. A bárcák száma természetesen a fuvarokmányból állapítható meg, tehát hogyha kaptál egy helyesen kitöltött fuvarokmányt, vagy a megkapott információk alapján te rajzolsz egyet, mondjuk egy CMR-t, és hogyha az információk, amiket kaptál elegendő, akkor nyilván ki fog derülni az osztálynak, illetve a bárcának is a száma, és az alapján tudsz döntést hozni. Mikről beszélünk? Azt mondja, hogy nézzük meg, hogy milyen felszereléseket kell szállítóegységen tartani. Azt mondja, hogy minden járműre egy a jármű legnagyobb megengedett össztömegének és a kerekek átmérőjének megfelelő méretű kerék kitámasztó é. Ami itt nagyon fontos ebből a mondatból, amit külön ki kell hangsúlyozni, ez a jármű. Jó, tehát itt arról van szó, hogy nem szállítóegység, mert akkor egy pótkocsi szerelvényre is elég lenne egy darab, hanem jármű azaz, hogyha gépről és pótról beszélünk, akkor legalább egy darabnak kell lennie. Nyilván most ide nem hozom ide a kreszt, vagy bármilyen más jogszabályt, ami megkövetelhet esetleg többet. ADR-ről beszélünk, az ADR azt mondja, hogy egy a jármű legnagyobb megengedett össztömegének megfelelő
kerékéket, jó? Tehát itt járműbenként 1-1, akkor gép plusz pót, az 1 plusz 1, az 2. Két önmagában megálló figyelmeztető jelzőt, ez megint most már lehet bármi, tehát nincsenek ilyen speciális ADR lámpák, meg nem tudom, ha van, akkor annak vigyázni kell vele, hogy annak működni is kell, de egy, illetve nem egy, hanem akkor ugye két önmagában megálló, tehát lehet az háromszög, vagy bármilyen erre a célra használandó dolog. De a háromszög az megteszi jó, tehát ez a elakadási jelző háromszög. Aztán jön a szemöblítő folyadék, de ezzel, amit mindig elmulasztunk, még ha meg is nézi valaki egyébként a jogszabályt, akkor itt ezeket a kis jelöléseket, ugye, meg kell nézni a lábjegyzetet, ugye a hármas van odaírva, mondjuk így nem is nagyon látszik, de én már kinagyítottam, nekem is romlik a szemem. Azt mondja, hogy nem szükséges, ha 1-1-4-1-5-1-6-2-1-2-2-2-3-as számú veszélyességi bárca, illetve nagybárca van a küldeményen. Ugye miért nem szükséges szemöblítő folyadék ezeknél? Hát, mert itt nincs mit kiöblíteni. Tehát itt vagy gázokról beszélünk, vagy robbanóanyagról, most egy kicsit morbid a vicc, de robbanóanyagnál nincs mit már öblögetni, tehát ott nem kell öblíteni már semmit. Nyilván ezeknél például nem kell. De ez nem azt jelenti, hogy más anyagnál nem kell, hanem oda kell figyelni, hogy mit mond, tehát ezeknél az anyagoknál, és nem is anyaghoz köti, ugye, hanem veszélyességi bárcához, illetve nagy bárca van a küldeményen, akkor azokhoz konkrétan nem kell. Aztán jön, és nagyon fontos kihangsúlyozni, hogy a jármű személyzet minden tagja részére, tehát ha a jármű személyzet két főből áll, ugye majd arról is beszélünk, hogy utas lehet-e szállítani, akkor oda kell figyelni, hogy ezek közül minden egyes jármű személyzet tagnak lenni kell. Tehát a fényvisszamerő mellényt, amit ugye ISO alapján, és ezt tudni kell bizonyítani is, hogy megfelel annak az ISO szabványnak, vagy EN szabványnak, ugye itt ez a mellény, illetve hordozható világítókészülék, megint ugye jármű személyzet minden tagja részére, erről fogok beszélni később a világítókészülékről, mert ez mindig vita tárgya, egy pár védőkesztyűt, valamint a szem védelmére alkalmas eszközt, például védőszemüveg. Jó, tehát itt nincsenek külön kis lábjegyzetek, ezek járműszemélyzet tagjaként, ahány tagja van a járműszemélyzetnek, annyi kell belőlük. Aztán bizonyos osztályokhoz a következő kiegészítő felszerelés szükséges a szállítóegységen, 2-3 vagy 6-1, ugye ezek mérgező anyagok, gáz, illetve mérgező anyaga 6-1-es veszélyesség bárca, illetve nagy bárca használata esetén a jármű személyzet minden tagja részére légzésvédő maszk. Jó, tehát itt egyértelmű, hogy mérgező anyagoknál kéri ezt a menekülő kámzsa vagy maszk, és itt le is írja pontosan, hogy melyik EN szabvány, milyen ugye A1B1, 1K1, P1 vagy A2, tehát itt leírja pontosan, hogy milyen típusú kombinált vagy gázrészecske szűrővel ellátott légzésvédő maszk vagy menekülő kámzsa lesz erre. Jó, tehát itt is el kell olvasni a lábjegyzetet, mert ezek nagyon fontosak, ezeket a hatóság az útszélén számon kérheti. Na, aztán ugye ez volt a mérgező anyagoknál, és jönnek azok az érdekességek, amik ugye megint csak előfordulnak, hogy na, ezek már nem kellenek, aztán közben kiderül, hogy mégis kell, csak nem minden egyes veszélyességi bárca esetén. Lapát, és akkor egybeveszem őket. Csatorna nyílás lefedésére alkalmas eszköz, illetve gyűjtőedény. Mindegyik megvan itt egy kicsit tűzve az ötössel, csak szilárd és folyékony anyagok nál szükséges, ha 3-as, 4-1-es, 4-3-as, 8-as vagy 9-es veszélyességi bárca, illetve nagy bárca van a küldeményen. Hogyha belegondolsz, hogy miért, nyilván ezek azok az anyagok, amik egyrészt mozgathatók lapáttal, másrészt bekerülhetnek a csatorna nyílásba, és ugye gyűjtőedénybe is tudod akár ezeket valamilyen módon még szedni, illetve hogyha dolgozol ezekkel az anyagokkal, bármilyen veszélyes anyagokkal, akár ugye szennyezett ruházatot, eszközt is ebbe a gyűjtőedénybe be tudod tenni, attól függ, hogy éppen mi történt az adott anyaggal. Tehát nem véletlenül nem kér bizonyos anyagoknál lapátot, csatorna nyílás lefedésére alkalmas eszköz, gyűjtőedényt. Csak egy példát mondjak, egy gázhoz minek? Tehát azt nem tudod összelapátolni, nyilván a csatorna nyílásnál is nem tudsz mit csinálni,
és ugye gyűjtőedénybe se tudod gyűjteni például egy mérgező gázt, úgyhogy olyan sok értelme nem lenne, de ez nem azt jelenti, hogy nem kerülhetsz olyan szituba, hogy te egy kisebb csomaggal mész el, és akkor egyszer csak kapsz egy olyan anyagot, amihez meg kell a gyűjtőedény, vagy kell a csatornanyílás lefedésére alkalmas eszköz, és akkor majd nem lesz, tehát ezeknek az anyagoknak azért jó, ha megvannak. Amit egyébként ezekről még érdemes tudni, hogy, és majd itt mindjárt beszélünk róla, hogy mi szükséges még, megint csak a jármű személyzet részére szükséges az írásbeli utasítás, ami már nem az, mint régen, és ez az írásbeli utasítás egyébként pontosan tartalmazza ugyanezt, tehát megmondja, hogy milyen eszközökre lehet szükség. Mi az, amire még szükség van? Természetesen lesz még itt egy pár eszköz, de most érjünk át egy pillanatra az okmányokra, septibe. Azt mondja, hogy fuvarokmány, tehát minden szállított anyagra nyilván kell, hogy legyen a fuvarokmány. Miért fontos ez? Ha nem adnak, akkor írnod kell egyet, de ha nem kaptál megfelelő információt ahhoz, hogy írj egyet, például egy CMR-t, akkor nem fogod tudni megírni, tehát addig ne gyere el, szólj, jelezd, nem tudom, szerezd be az információkat, nem megfelelően, vagy egyáltalán fuvarokmány nélkül el se indulj, mert abból csak a baj lesz, és téged is most már elővesz érte a hatóság, mint gépkocsi vezető, ugye feladó meg szépen megúszó, úgyhogy jó, ha már időben szólsz. Itt van az 5-4-3 szakaszban előírt írásbeli utasítás, azt hiszem pont ez volt megnyitva, de aztán végül is ezt bezártam, de egyébként ez az én oldalamról is letölthető, meg ezek elérhetőek egyébként az ADR csoportban is, a rögzített posztban sok anyag van fönt, úgyhogy onnan is elérhetők, a 2000, már azt hiszem 19-ben is megfelelt, 21-ben most nem változtattak rajta, úgyhogy ezek jók, és ott is ezeket a felszereléseket a gépkocsi vezető ugye látja, olvashatja. Ami fontos ezzel kapcsolatban, hogy olyan nyelven kell, hogy nála legyen ez a 4 oldalas írásbeli utasítás, amit megért. Tehát, hogyha neked, nem tudom, egy ukrán gépkocsi vezetőd van, akkor ukránul legyen ott, vagy ha egy spanyol gépkocsi vezető, akkor spanyolul legyen ott, és legfeljebb majd a hatóság, egy német hatóság megállítja, akkor német hatóságnál meg lesz egy német, és legfeljebb majd összehasonlítják a kettőt, és akkor majd megértik egymást, de neked, illetve a gépkocsi vezetőnek olyan nyelven kell ott lenni ennek az írásbeli utasításnak, amilyet megértesz. Jó? Személyazonosító okmány, tehát ez is fontos, hogy az ADR kimondottan előírja, hogy fényképes személyazonosító okmány legyen az embernél, tehát anélkül ne induljunk lehetőleg el, mert az is gondot fog okozni. Aztán mi van még? Jó, ezek már speckó esetek, jóváhagyási, az most ugye nyilván tartány, robbanóanyag, az elég speckó, de viszont az oktatási bizonyítvány lehetőleg ne hagyd otthon, ugye, az is most már kártyaformátumú. Hatósági engedély, ugye az ADR nagyon sok esetben kérhet, vagy lehet az, hogy bizonyos szállításhoz, vagy anyaghoz, vagy csomagoláshoz, vagy bármihez hatóság külön engedélye kell. Nyilván ilyen esetben, vagy nagyon extrém szállítások, radioaktív, robbanóanyag, stb. Rengeteg esetben előfordul a hat az, hogy hatósági engedély kell. Ha kell, akkor nyilván az is legyen nálad a megfelelő módon. Amit érdekes és jó tudni róla, ha magát az írásbeli utasítást, ezt a 4 oldalast, ezt olyan helyen kell tartanod, ahol könnyen hozzáférhető. Tehát, hogyha a pótkocsi ládájának a legutolsó rekeszének a legaljáról kezded el kibányászni, akkor még ezért is moroghatnak, úgyhogy ha ADR szállít, az legyen valahol a közeledben. Jó, ez most nem érdekes a jelölés, tűzoltó eszközök. Nem kívánok belemenni, jó, itt lehet látni ez a 8141-es részben, nyilván attól függ, hogy a szállító egységednek, tehát a járműszerelvényednek a legnagyobb megengedett ösztömege az mekkora, és attól függően meghatározza a tűzoltó készülékek minimális darabszámát, több lehet rajta is, sokszor látok is egyébként olyat, ami 4-5-6 darab is van, nem rossz dolog az egyébként bizonyos szituációkban, főleg veszélyes anyagnál, és természetesen a minimális összmennyiségét is meghatározza az oltóanyagnak, tehát ezeket a részeket kell betartani a tűzoltó készülékekkel kapcsolatban. Közben én gyorsan előástam itt az ADR szerinti írásbeli utasítást, ugye ez pedig az 5434-es rész az ADR-ben, és itt is lehet látni, hogy ez egy jó minta, magyar nyelvű éppen,
ahogy látjuk, és itt van a lényeg, tehát ugyanígy a személyi védőeszközök és egyéb felszerelések föl vannak benne sorolva, tehát ha a gépkocsi vezetőnél van ilyen írásbeli utasítás, már pedig lennie kell, és olyan nyelven, hogy értse is, akkor le tudja ellenőrizni pontosan, hogy milyen felszerelésnek kell nála lennie az adott bárcák függvényében. Tehát ha véletlenül valami mégse lenne nála, akkor még gyorsan esetleg be tudja valamilyen üzletből szerezni, ha már a fuvar adott és a veszélyes anyag, illetve a hozzá tartozó bárca is adott. Na jó, ugorjunk akkor a böngésző következő ablakába. Itt már megint megnyitottam kettő részt ugye a DGR online-on belül a szövegbe, és akkor haladunk tovább. Ez is többször kérdés volt utasok szállítása. Veszélyes anyagot szállító szállítóegységű jármű személyzetén kívül utas nem szállítható. Tehát itt csak a jármű személyzet lehet, és higgyétek el, hogy a jármű személyzetnél, főleg külföldi hatóságnál az ember nem tudja eltáncolni, hogy mi van, ha nem egy kezelő megy éppen, volt rá példa, különböző olyan folyadékokat szállított kolléga, amihez éppen lefejtették, tehát az IBC-t nem leszették, hanem lefejtették, és akkor egy képzett kolléga ment vele, és akkor ő kezelte ezt a dolgot. Nyilván ő ott a jármű személyzet része, hisz azért van ott, hogy például a lerakodásban segítsen, de egy utas, például valakinek a barátnője, felesége, gyereke, az semmilyen módon nem lesz a jármű személyzet tagja, tehát innentől kezdve egyértelmű, hogy ADR-ben nem lehet utast szállítani. Tűzoltó eszközök használata. Itt ismernetek kell a tűzoltó eszköz kezelését, erre hívja föl a figyelmet. Küldeménydarabok felnyitásának tilalma. Nagyon jó kérdés, ugye a jármű vezetője vagy a kísérő személy veszélyes anyagot tartalmazó küldeménydarabot nem nyithat föl. Tehát tudom, hogyha egy hatóság például egy vámellenőrzés során azt mondja, hogy ott van egy nem tudom milyen hordó, és te nyisd föl, szép meg jó, de te nem nyithatod föl. Tehát ha az ADR-t szó szerint veszük, már pedig a hatóságnak is jó lenne ezt néha megérteni, hogy egy veszélyes áru tartalmazó küldeménydarabot nem lehet fölvagdosni, de tudom, azzal is tisztában vagyok, hogy néha vámosoknak elborul az agya, és akkor össze-vissza vagdalnak mindent, ha kell, ha nem. Tehát ezekre azért vigyázni kell. Ilyenkor jobb nem nagyon ellenállni, mert nyilván ti húzzátok a rövidebbet, de én a helyetekben biztos, hogy jegyzőkönyvezném. Tehát egyértelműen jegyzőkönyvezni kell, fotodokumentálni, hogyha úgy van, hogyha lehetséges egyáltalán, attól függ, mennyire vannak bepipulva. Láttam már ilyet is, olyat is, úgyhogy vigyázni kell ezzel nagyon, de nem biztos, hogy ez egy jó dolog, hogy csak úgy nyitogatjuk ezeket az árukat. Jön a következő hordozható világítókészülék. Ez már szakértők között is adott hideget, meleget, milyen kell-e, mert ugye a 834, ezt látjátok itt, azt mondja, hogy a hordozható világítókészüléken nem lehet olyan fémfelület, amely szikrát okozhat. Tehát ez az ADR-nek egy önálló ilyen pontja, itt innentől kezdve hordozható világító készüléknek nem szabadna ilyen felülete lenni, de alapvetően ugye amikor ilyen szikraképződésről beszélünk, akkor látjátok egyébként ezért van benyitva itt az S2-es, a gyúlékony folyékony anyagok és gyúlékony gőzök szállítására vonatkozó kiegészítő követelmény lenne, tehát itt nehéz ez például a hatóságnak is elmagyarázni, hogy a legfeljebb 60 fok lobbanáspontú folyadékok, illetve kettes osztály gyúlékony anyagait vagy tárgyait szállító fedett jármű rakterébe csak olyan hordozható világítókészülékkel szabad belépni, amely úgy van kialakítva, hogy a jármű belsejébe esetleg behatolt gyúlékony gőzöket és gázokat nem tudja meggyújtani, és ez lenne a lényeg, mert most ha te tisztán maróanyagot viszel, vagy nem tudom, bármilyen 9-es osztály, aminek nincs ilyen veszélye, akkor alapvetően nem kellene, hogy a hordozható világító készüléket szikramentes legyen, de egyszer csak jönnek, akkor megint a 834-el, akkor lehet mutogatni, magyarázkodni, stb. Ezt már a legtöbb szakértő elengedte, aztán már úgy van mindenki vele, hogy a jármű személyzet minden tagjának legyen egy ilyen világító készüléke. Be kell tenni inkább az autóba legyen ott, és akkor nincs vita, mert ennek semmi értelme, hogy küzdünk állandóan. Jó, tehát itt inkább ez a konklúzió. Ebből is tökéletesen látszik, hogy az ADR egyébként ugye egy folyamatosan változó és nehezen, tehát exakt módon nem megmagyarázható, nagyon sok olyan része félreérthető, amiből aztán a büntetések jönnek, úgyhogy
próbálunk úgy lavírozni, hogy minél kisebb támadási felületet hagyjunk. Dohányzási tilalom, ami már egyébként vonatkozik az elektronikus cigarettákra is, úgyhogy kezelési műveletek alatt lehet látni, úgyis jármű környezetében, jármű belsejében, tehát ezekre azért figyeljetek oda. Motor működtetése be és kirakás alatt, tehát természetesen ilyenkor nem járhat a motor, kivéve ugye, hogyha valamilyen olyan segéd eszközt hajt, nem tudom, hidrólika, bármi, ami kell a rakodáshoz. Aztán beszéltünk rögzítőfékekről, kerékkitámasztóik, és itt már ilyen technikai dolgok vannak, úgyhogy nagyjából ez lenne a lényeg, tehát ez az, ami így hirtelen nekem most így eszembe jutott, hogy mi legyen a fedélzeten címmel, ha ennek a videónak kellene hát címet adni, mert mondom, nagyon sokszor ebből gond van. Ezek azok a fejezetek, amik ilyen ripszoropszornak választ, hogy milyen okmány legyen, milyen igazolvány legyen nálad, milyen felszerelés legyen nálad, akár ugye jármű személyzetenként, a kamionban ülő emberenként némelyiknek kell, hogy ott legyen, és ez az, amit hirtelen így most az ADR-ből én kivettem, és megpróbáltam összegyűjteni. Hát a teljes igénye nélkül, mert természetesen mindig érdemes megvizsgálni az adott szállított anyagot, utána járni pont, ha itt nézitek, akkor akármit beütetnénk, akkor kidobja, tehát most vakon beütöttem a 18-25-öt, és ugye maró anyagunk van. Ha megkattintod, akkor ugye le is nyílik, és az összes a szükséges információ, amit a 3.2 táblából kiszedné, ugye nátrium monoxid, az meg is van, de ugye erre az, amit mondtam, hogy több nyelven is elérhető, a dokumentumok nyelvezetesen mindegy, hogy hogyan vezetett föl ezeket, és amit a lényeg is mondani akarom, hogy megvizsgálni a különleges előírásokat, amennyiben vannak, természetesen, hogyha valamilyen mentességet akarunk használni, a limited quantities, vagy valamit, akkor annak az infója is itt vannak, különleges előírásokat itt találunk, transport kategória, úgyhogy sok olyan van, sok olyan infó van, csomagolással kapcsolatban, itt ennek most pont nincs, amit meg kell vizsgálni, mert bizonyos dolgokat felülírhat, felülbírálhat, úgyhogy érdemes ezt a felületet is használni. Jó, tehát ez ennyi, és azért mondom, hogy minden esetben ezeket végignézni, és úgy fölkészülni egy útra, amikor veszélyes árut szállít az ember, hogy abban ne kössön, ne tudjon belekötni a hatóság. Én azt gondolom, hogy amit itt elmondtam, hogy ha eleve a gépkocsi vezető kolléga és a jármű is föl van készítve ADR szállításra, akkor én azt gondolom, hogy amiről itt beszélek, az egy ilyen 5 maximum 10 perces ellenőrzés, mielőtt nekivág az útnak a sofőr, és ebben benne van az, amiket elmondtam, hogy a dokumentumok megléte, helyesen van-e kitöltve, minden klappol a szabályok szerint, megnézni, hogy nálam vannak a szükséges dokumentumok és eszközök, de ezt érdemes nyilván már az út elindulás előtt megnézni és beiktatni. Erre egyébként van egy ellenőrző lista, ami megint csak az ADR tanácsadó nevű zárt Facebook csoport rögzített posztjából letölthető, úgyhogy ezeket érdemes vizsgálni, és akkor nem megyünk fejjel a falnak, hogyha bárki megállít minket, jó? Ennyi volt, hirtelen ennyi jutott eszembe, ennyit szedtem össze ezekkel kapcsolatban. Talán ezek a legfontosabb, mert itt lehet a leggyorsabban hibázni, és ezért érdemes volt ezt most megint hirtelen átnézni és frissíteni a tudásunkat. Ha bárkinek bármilyen kérdése van, mondtam, elértek minket ADR tanácsadó csoportba, de akár a videó alatt is kommenteljetek, hogyha észreveszem és időm van, akkor ott is megválaszolom a kérdéseket, vagy akármilyen megjegyzéseket, hogyha úgy van is természetesen, hogyha tetszett a videó, akkor osszátok meg, lehet, hogy másoknak is hasznos, illetve iratkozzatok fel a csatornára, mert nagyon sok hasonló videó más témákban is, és sok újdonság jön a jövőben, úgyhogy tartsatok velünk, tartsatok velem, és akkor találkozunk a következő videóban. Sziasztok!